Aktív játékosként ez volt Mohácsi Máté utolsó megmozdulása a pályán, a pályafutását Nyíregyházán kezdő és befejező kosaras az NB1-bis bajnoki cím megszerzése után vágta le a hálót a Continental Arénában. 25 évvel ezelőtt a régi kettes gyakorlóban Sallai József ismertette meg a sportág alapjait a Moha becenévre hallgató akkori elsőssel, aki diákolimpiai és a nyírsuli színeiben elért korosztályos bajnoki sikerek után a nemzetközi poronton is bemutatkozhatott. 17 évesen, amikor úgymond fiatalként már az U18-as válogatottba be tudtam kerülni. Volt 2 darab Európa-bajnokság még, illetve 1 U18-asként és 2 U20-asként, ha jól emlékszem. Hát már akkor úgy elkezdtük bejárni a Európát nagyjából a csapatokkal, illetve mindenhol megfordultuk, ahol kosárlabda volt, tehát ott elindult ez a vonal is, és aztán szépen lassan, ahogy a pályafutásom haladt előre, úgy sikerült még több válogatott szereplést elérnem. Itt a felnőtt 5-5-ös válogatott az, ami kimaradt, ami nem jött össze. Hogy miért? Biztos voltak olyan periódusaim, főleg pályafutásom elején, 20 éves kor elején, amikor bekerülhettem volna, akkor annak az edzőstábnak, vagy annak a szakmának nem az volt a meglátása. Ha jól emlékszem, volt olyan évem, ahol 14-15 pontot átlagoltam A-csoportba fiatalként, 20-párhány évesként. Akkor én ezt csalódásként értem, meg hiányérzetem volt, de egy utólag visszagondolva a pályafutásomra, azért itt volt egy univerziádi, voltak a 3x3-as válogatott szereplések, amire majd később kitérünk, de még egyszer mondom, hogy alapvetően nincsen hiányérzetem ezzel kapcsolatban sem. Az A-csoportos nyíregyházi felnőtt csapatban 17 évesen jutott szóhoz először a 3-as-4-es poszton szereplő játékos. 2014-től 4 éven keresztül Zalaegerszegen, majd 2 éven át Oroszlányban pattogtatta a labdát Máté, aki tavaly tért haza a feljutást megcélzó Kékcápákhoz. A bajnoki cím megszerzése mellett számos emlékezetes pillanatra tekintett vissza pályafutási összegzésekor a civilben jogi végzettségű sportember. Válogatott szinten mindenképp azt mondanám, hogy a 3-3 elleni válogatottban töltött 5 évem, vagy 5 nyaram, ugye teljesen új sportágról, más sportágról beszélünk, voltunk Európa-bajnokságokon, voltunk világbajnokságokon, nem is rossz eredménnyel, tehát 6.-7. helyekkel jöttünk haza, bejártuk, hát mondhatom a világot, tehát Ázsiától kezdve Európának nagyon sok országába jártam, ami élmény is, de persze felelősség is volt, mert a címeres mezben játszani mindig felelősség, de az egy teljesen más aspektusa volt a kosárlabdának. Nagyon élveztem, és az biztosan nagyon fog hiányozni. Ha az 5-5-öt nézem, akkor tényleg egy polcra tudom tenni az ETE bronzérmet, az oroszlányi feljutást, de hát persze a legédesebb a mostani kupa és bajnoki győzelem, mert itt is egy 5 éves B-csoportos sorozatot sikerült megtörnünk, és végre ott vagyunk, ahol kell, ahol annyira egy házi kosárlabda tartozik. Az elmúlt szezonban Mohácsi Máté a játék mellett már sportvezetőként is dolgozott, a jövőben azonban már csak vezetőként lép majd be az öltözőbe. Furcsa lesz, de annál biztos nem lesz furcsább, ilyen tavaly volt az elején, hogy csapattárs vagyok, meg közben főnök, meg közben edzek is, meg öltözőbe is vagyok, meg az irodába is vagyok, tehát nagyon jól kezeltük, talán kisebb fennakadások voltak, de tényleg mindenki korrekt volt és működött a dolog. De hát most valóban most már nem vagyok játékostárs, nem vagyok haver, nem vagyok barát, vagy legalábbis lehet, hogy a munkaidőn kívül csak. Itt nem főnökösködni kell, hanem vezetni kell a céget, mind anyagilag stabilnak kell maradni, és szakmailag hozni kell azt az eredményeket. Mert most, ha nem csak a kosárlabdáról beszélek, de ugye a röplabdáért és valamilyen szinten felelős vagyok. Ott van egy bajnokok ligája főtáblás csapatunk, a kosárcsapat följutott, ez is egy óriási felelősség, és nem az a cél, hogy maradjunk benne, hanem hogy építkezzünk évről évre előre. Úgyhogy én abszolút pozitívan tekintek a jövőbe, és hát alig várom, mondhatnám, hogy dolgozzak, de hát hiszen szombaton feljutottunk, olyan hétfő óta már ezen dolgozom.